Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gedűs D. Géza, a hétfői kultúra megtestesítője, Jászai Mari díjas, Kossuth díjas, sorolhatnám tovább, egyetemi tanár, PhD-vel, a Vígszínház állandó művésze. Időnk nagyon kevés van, akkor kezdjük. Hány percünk van, Péter? 9-ig lehetünk? Most 47 van, van 10. 9-ig, de úgy, hogy 9 órakor híradó, mert híradó. Állandóan miattal elmegy a híradó, és azért büntetés jár. Hívjál hamarabb és több időt. Mondd nekem azt, Géza, légy szíves, hogy milyen kiállításra. Készülünk, holnap délután 3 órakor fog megnyílni egy metró kiállítás. Mégpedig a Budapest Népstadion megállójában. Kire emlékeztek? Budapest felszabadulásának 75. évfordulójáról fogunk megemlékezni, és ez a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületnek a kezdeményezésére egy fantasztikus fotókiállítás egy metró szerelvényben, amely közlekedni fog most jó ideig Budapest metróvonalain, ahol egyrészt látni az egykor volt Budapestet, a lerombolt Budapestet, az újjáépült Budapestet, különböző szövegekkel, történelmi momentumokat megidéző szövegidézetekkel, versrészletekkel gazdagítva, és ennek a megnyitóján fogok holnap délután részt venni. És mit fogsz Többek felolvasni? Között felolvasom egy nagyobb lélegzetű vers, de örülök, hogy itt is felolvashatom, emlékezve mindazokra az emberekre, akik megszenvedték, megélhették a szabadság pillanatát, és azokra, akik áldozatot hoztak azért, hogy szabadok lehessünk. Akkor halljuk, Heltai Jenő, Szabadság című verse, aki 1945-ben a felszabadulása után írta egy meglett. Aki olvassa Heltai Jenő naplóját, akkor azt átélheti, hogy mit jelentett számára a szabadság. Akkor most halljuk a verset. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg, hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki, vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije. Mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vas kalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, ínség, veszély,
kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb, s lakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Heltai Jenő versét hallották, 1945. május 1-én publikálta ezt a verset. Ha azt mondom neked, hogy székelyek, láttál már székely embert? Én jártam tavalyi évad végén egy hétre, a Vígszínház elmente egy erdélyi körútra, és három székely településen Márai Sándor Hallgatni akartam című művét mondtam el, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson. Láttam ezeket a városokat, és találkoztam ott élő emberekkel. És akkor itt hívnám föl nézőink figyelmét, hogy a Pirkadat Extrában közkívánatra megismételjük a hétvégén készített interjúnkat, mégpedig a Fekete Doboz szerkesztőjével és nekik a képviselőikkel, tehát Pesti Lászlóval, és egy politikussal, aki a nagykövete tulajdonképpen a székelyeknek, a székelyföldi eseményeket, hisz a Heti TV nézői is küzdenek azért, meg maga a Heti TV is, hogy őnekik is autonómiájuk legyen, és a megfelelő mennyiségű aláírás összegyűjön. Ezért volt fontos nekem tudni, hogy jártál-e már ott. Jártál-e már Izraelben? Jártam, mégpedig amikor Izrael állam megalakulásának 60. születésnapja volt, akkor egy kulturális küldöttség egyik tagjaként, de én, ha jól emlékszem, veled együtt volt szerencsém ezt az utat megjárni, az életmenete küldötteként, és az ottani fantasztikus ünnepség sorozat részese és átélője lehettem. Elementális nagy élmény volt egyáltalán találkozni az ottani emberekkel, rácsodálkozni az ottani dinamikus, fantasztikusan fejlődő országra, megismerni azokat a tájakat és azokat a történelmi és szent nevezetességeket, amelyekre itt lehetőség nyílik Izraelben. Egyszerűen számtalanszor eszembe jut, és mindig vágyom vissza. Hisz megjelent az Új Kelet, amit 1918-ban Kolozsvárot alapítottak, meg is mutatom önöknek, hogy hogy néz ki. Magyar Flódni zenés, történelmi és irodalmi kostoló már. Kovács Kriszta énekesnő és Nyári Krisztián írói estje lesz, mégpedig 2020. március 29-én vasárnap a HOMA előadó termében a mű készült a Zsimű megrendelésére, a Zsidó Művészeti Napok Vadas Vera vezetésével. Ezt exportálják most Tel Avivban, tehát a magyar ajkúak Izraelben is megnézhetik Kovács Kriszta és Nyári Krisztián estjét. A legújabb szám ugyanakkor beszámol arról is, hogy Budapesten a Bönné Brit International április 17-én és 19-én tartja nemzetközi találkozóját, konferenciát, ahol nem csak a V4-ek, hanem Izrael, az Amerikai Egyesült Államok és Európa összes bönébrites
páholy vezetője Szép hazánkban érkezik. Alapban még sok érdekeset olvashatnak, erről majd a Világ zsidó szemmel című műsorunkban fogunk beszélni. És akkor térjünk vissza itt a kézzelfogható kultúrára. A NAT az új nemzeti tanterv megjelenésével van-e valami olyasmi, amit te ezután a vita után, amit már hallottál, olvasol pár napja, szeretnél hozzátenni ehhez? Hát az én... Itt konkrétan a történelem és a magyar irodalomról van szó. Igen, a történelem és a magyar irodalomról. Nem a matematika, szó. Fizika, kémia, avagy igen. A magyar nyelvtan alapjairól. Igen, számomra ugye igazán a történelem és a magyar irodalom, ami érdekes vagy érdekel, nem véletlen választottam egyébként Heltai versét sem. Egy pillanatra sem feltételeztem, hogy véletlenül ő jutott eszedbe. Azért is, mert rendkívüli módon nagy szomorúsággal tölt el, hogy tulajdonképpen egy csonkított kulturális kínálata van a diákok felé, mind az irodalomnak, mind a történelemnek. Tehát egyszerűen a magyar kultúra és a magyar történelem minden egyes momentumával együtt úgy, ahogy van, úgy teljes. Mégis, hogyha megnézzük azt, hogy amikor te kisdiák voltál, és elkezdtél a betűvetéssel foglalkozni, illetve nem a vetéssel, hanem a visszaolvasásával, amikor először kulturális élményekbe volt részed, mennyivel más a mai gyereknek a kulturális élményeivel? Tehát mennyire van ez megszűrve, vagy más irányba tolva? Hát én azért érzem abszolút leszakadva a mai kor szemléletre. Én 5 évente találkozom az újabb és újabb generációkkal, szerencsére a színvészeti egyetemet. De Bulgakovot biztos mindegyik ismeri. És azt látom, hogy tehát lehet korlátok közé szorítani bizonyos szellemi ismereteket, de a világ annyira nyitott, ezek a gyerekek annyira nyitottak, és mondhatom azt, hogy az a szörnyűséges felismerésem, hogy szinte párhuzamosan folynak kommunikációk. Tehát ezzel a generációval szinte már nincs is érintkezésben az a generáció, aki elképzeli, hogy valamit fog tanítani nekik. Azért, mert egészen más nyelven beszélnek, egészen más eszközöket használva beszélnek, egészen más a világlátásuk, nincs olyan értéke, szellemi értéke és ismeretanyaga a világnak, amihez a legtermészetesebb dolog tudnának hozzá. Oké, de a kortársat azt úgyis megélik. Így van, a kortárs, igen, de nem szerepel a fölkínált anyagokban a kortárs irodalom tulajdonképpen úgy, ahogy van. Ha végig sétálok Budapest utcáin, tudom azt, hogy vagy valamelyik parkjában, akkor azt mondom, hogy Polcalen itt sétált a Városmajorban, Mészöly Miklóssal, Eszterházy Péter ott szaladt le a Csaba lépcsőn, oda ment focizni, Bereményi Géza itt nézett ki a saját lakás ablakán. És itt folytatjuk legközelebb a pontos idő, de vége 9 van. Óra. Az a lényeg, hogy szomorú vagyok, hogy a legnagyobb írók, költők, akik a legsűrűbben és a legmagasabb rendűen és egyetemes szinten mutatják meg az itt élő emberek életét, vágyait, tragédiáját, szerelmét, azok nem szerepelnek benne a NAT-ban. Fognak. A pontos idő 9 óra. 9 óra következik a híradó. A híradó után, mint ígértem, Pesti Lászlóval és kollégájával készült interjúk a Pirkadat Extrába, most az általunk vélt objektivitással következik a híradó. Köszönjük Hegedűs D. Gézának, hogy mint minden hétfőn ma is velünk volt, és folytassuk majd, én azt szeretném javasolni, megvilágosni, azt szeretném javasolni, hogy folytassuk ugyanezt. És akkor most következik a híradó, tartsanak velünk.